Az alumínium és a jód reakcióját szeretném bemutatni. Dörzsmazsárba teszek jódot, körülbelül egy spatulányot. Elporítom. Körülbelül ugyanennyi alumíniumot teszek hozzá. Az alumínium és a jód keveréke önmagától nem indul be, tehát nem fog a két anyag egyesülni egymással. De ha agyagos dróthálóra helyezem a keveréket, és katalizátorként vizet használva vizet csepegtetek rá, akkor a reakció beindul. A víz katalizátorként szolgál a reakciónak a felgyorsítására. Szolgál a reakcióban keletkező szilárd anyag az alumínium jodid, és a lila gőz, amit látunk, az pedig nem más, mint a jódnak a gőze. Heves reakció játszódik le, amely egy exoterm egyesülés.